A Jádi család régi veszprémi református iparos családok sorába tartozik. A visszaemlékezések szerint generációkon keresztül iparos mesterséget űztek a család tagjai. Jádi József, aki 1824-ben született, könyvkötő és nyomdászmester volt, ő a Kórház utcában telepedett le családjával, és egészen a nagy tűzvészig ott is éltek, 1893-ban halt meg ő, de a felesége még újjáépítette azt a házat, és aztán eladta, és akkor költözött ő a Cserháth utca 28-ba. Cserháth utcába kerülve a Jádi Józsefnek a fia, a kisebbik Jádi József, Szabó Inas lett, kitanulta a mesterséget, és aztán önállósodva itt is nyitott műhelyt a családi házba. Miután feleségül vette a Szentkirály szabadjai származású Újmészáros Justinát, 1905-ben házasodtak össze. A feleségének a családja is egyébként nagy iparos múlttal rendelkezik, több felmenője is mesterember volt, kovácsmestereket, bognármestereket találunk a családfán. 5 fiúgyermek született, közülük 3-an élték meg a felnőtt kort. Fiú tanítatása miatt a család szeretett volna több lábon állni, és ezért megnyitották itt a Cserháth utcában a csemege és fűszerkereskedést, amely Jádi Józsefné neve alatt működött tulajdonképpen. Az 1930-as évek elejétől működött egészen az államosításig ez a kis üzlet. Mint látszott az előző képen is, az egyik utcafrontra néző szobát, helységet alakították ki üzlethelységé, és mögötte volt még egy raktár, tulajdonképpen ez a két helység látta el az üzlet funkcióját. A boltban Jádi Józsefné időnként férje dolgozott, segédeket nem alkalmaztak, később még menyeik közül segítettek be többen. Nem csak a Cserháthot, hanem a szomszédos Dózsavárost is ellátták különböző háztartási cikkekkel, élelmiszerekkel. Lehetett itt kapni ugye alapvető élelmiszereket, pékárut is, kenyeret is, de lisztet, krumplit, aztán a gazdasághoz szükséges alapanyagokat, úgy mint kocsikerék, zsír, de lehetett háztartási eszközöket, illetve háztartási cikkeket, ugye a petróleumot például, különböző tisztítószereket, padlófényezőtől elkezdve tisztálkodási szerekig, fokrémig. Ezen kívül az a nagy fiókos szekrény, illetve polcrendszer, ez különböző fűszereket és egyéb ilyen ömlesztett árukat tartalmazott. Ugye a hagyományos borstól, paprikától elkezdve szerecsendión át, majoránnáig, zergefűmagig, a legkülönfélébb fűszereket lehetett itt kapni. Alul pedig a pult mögött nagyobb fiókokban a nagyobb mennyiségben kimért lisztet például árulták. És hát ugye úgy történt az árusítás, hogy mérőkanállal zacskóba adagolták, papírzacskóba mondjuk a fűszert vagy festékport, és akkor kimérték, és úgy adták a vásárlónak. A fűszerüzlet tehát ugye az 50-es évek elejéig működött, a család pedig a kisajátítás korabontás előtt költözött el a Cserháth utcából.